Osiris és Ízis az ókori vallás két legfőbb istene, természetesen mellettük a sötétség istenével, Szettel, és megjelenik Osiris és Ízisnél az első fiúk, akit úgy hívnak, hogy Hórusz. Hórusz a napisten fiúnak is mondják, azt hiszem ebben a körben beszélhetünk az újbóli leszületésekről. Hórusz lesz majd az a fiú, aki leszületik Buddhának is, majd később Jézusnak is. Ő az első szülött földi gyermeke Osirisnek és Ízisnek. Egyiptomban dinasztiák uralkodtak. Egy-egy dinasztia úgy keletkezett, hogy volt egy hölgy, aki bizonyítani tudta, hogy Istentől fogant. És ezt követően, mivel Isten vére folyt a gyermekében, ők lettek a fáraók és az ő leszármazottaik. A görög legenda szerint a rendezett, szerető Istent Erosznak hívják. Egyiptomi nyelven ő Osiris. Ő a jó Isten. Tehát Osiris, Erosz, görög nyelven, az ő ellentéte, Khaos, aki mindig a viszályt és az ellentétet képviseli. Már a teremtéskor ketté váltak. Erosz, ha lehet úgy mondani, a jó Isten, mindig szerette a rendet és a rendszert. Ő volt maga a szerelem istene. Erosz szerette a teremtményeit, szeretett mindenkit, de egy idő után szeretett volna ő is szeretve lenni. Ezért megteremtette magából az első női isteni lényt, Isten anyánkat. Ezt az egyiptomi mitológiába, ezt a csodálatos asszonyt úgy hívják, hogy Ízis. A görögöknél Erosz kapott egy új nevet is, úgy is elnevezték őt, hogy Ámor, és a párját úgy is elnevezték, hogy Psziché. Bizonyára láttátok már ezt a gyönyörű szoboralkotást, ami Pszichét és Ámort ábrázolja. Ez a jóisten és istenanyánk görög, majd később római megjelenése. A rómaiak is a jóistennek a nevet, a szerelem istenének a nevét így mondták, hogy Ámor. Most ezt olvassátok visszafelé. Róma. Ezért Róma olyan néven is ismert, hogy az istenek városa, vagy a szerelem városa. Ámor, Róma. Nagyon fontos, hogy lássuk az ősi isteneknek a nevét egyiptomi nyelven, görög nyelven, latin nyelven, és hát akár magyar vagy egyéb nemzetek nyelvén. Tehát a régi egyiptomi istenek Osiris, ő a jóisten, istenanyánk Ízis, és a sötétség istenének a neve Apep volt, illetve Szet. Milyen érdekes, a magyar nyelvbe Szet vagy Set, vidéki nyelven mondják, hogy sötétség van, sötét. Szet, set. Nagyon sok magyar szó etimonban ott vannak az őset etimonok. Az etimon az annyit jelent, hogy értelemmel bíró szótag, szó rész. A világ nyelvészei megvizsgálták a ma élő nemzetek nyelveit, és a következőt látták, hogy egy-egy nyelvben van 4-5, maximum 6% régi szóetimon, tehát még a régi egyiptomi mezopotám időkből való szóetimon. A magyar nyelvben 68% ősi szóetimon van.
És mivel a régi világ mágikus és alkímiás módon működött, ezért azt hiszem érthető, hogy miért hívják a magyar nyelvet a mágusok nyelvének. Hiszen a régi ős etimonokból a legtöbbet megőrzött. Van egy fantasztikus nyelvész professzor, dr. Barát Tibor, aki az egyiptomi nyelvet kutatta, a világ egyik legnagyobb nyelvész professzora volt, sajnos Magyarországról távoznia kellett, mert mindezeket nyilvánosságra hozta, és Kanadába folytatta az egyetemeken a nyelvészeti oktatást. Ő az egyik legnagyobb, aki az egyiptomi nyelv és a magyar nyelv hasonlatosságára felhívta a figyelmet. Ismeretes még egy hölgy, akit Bobulaidának hívnak, ő a sumér nyelvet tanulmányozta, és a sumér nyelvnél is megállapítható volt, hogy több mint 60%-ban azonos a magyar nyelvvel. Oziris és Ízisz az ókori vallás két legfőbb istene, természetesen mellettük a sötétség istenével, Szettel, és megjelenik Oziris és Ízisznél az első fiúk, akit úgy hívnak, hogy Hórusz. Hórusz a napisten fiúnak is mondják. Azt hiszem, ebben a körben beszélhetünk az újbóli leszületésekről. Hórusz lesz majd az a fiú, aki leszületik Buddhának is, majd később Jézusnak is. Ő az első szülött földi gyermeke Ozirisznek és Ézisznek. Egyiptomi szent háromságot látjuk, Ozirisz, Ízisz és Hórusz. Ez volt az egyiptomi szent háromság. Egyiptomban dinasztiák uralkodtak, egy-egy dinasztia úgy keletkezett, hogy volt egy hölgy, aki bizonyítani tudta, hogy Istentől fogant. És ezt követően, mivel Isten vére folyt a gyermekében, ők lettek a fáraók és az ő leszármazottaik. És miután kihalt a dinasztia, egy újabb hölgy, aki szintén bizonyította, hogy Istentől szellemben fogant, újabb dinasztia édesanyja volt. A dinasztiák 6-8-10 emberöltőn keresztül éltek, majd amikor kihaltak, újabb hölgynek kellett bizonyítani az isteni fogantatását. Jézus Urunk születése előtt Egyiptomban ez gyönyörűen végig lehet kísérni. Aztán, amikor a jézusi dinasztiának, a Meroving dinasztiának ugye Európában vége, mert meggyilkolják őket, Isten újabb gyermeket nemz egy hölgynek, akit úgy hívnak, hogy Emese. És a gyermekét Álmosnak hívják, és Álmosnak a fia volt aztán Árpád és az Árpádház. Ezt valamennyi király pontosan tudta, hogy hogy működik. Akiben nem volt isteni vér, az nem lehetett király, csak bábkirály.